életre valók. Magazin azokról, akik minden helyzetből kihozzák a legjobbat, akik nem csak a hivatásukért rajonganak, hanem olyan hobbiuk is van, amire nem sajnálják az időt és az energiát. És azokról, akik nem csak saját maguknak segítenek, hanem ha kell másoknak is. És a mai életre valónk dr. Fejnvesi Csaba, aki, úristen, 19 országban járt, 12 nyelven publikált, több mint 300 anyaga jelent meg, 24 könyve, 6 tankönyve, és most mégis egy nagyon érdekeset fogok kérni, mondjon egy viccet. Hát az első az komoly lesz, hogy nem 19 országban jártam, hanem 112-ben, de most jön a vicc, mert meg szokták kérdezni, hogy miből és honnan van időm. Hát az első kérdésre szoktam mondani, hogy ügyvédként mindig azt szoktam mondani, hogy amikor kérdezik, mennyi a munkadíjam, akkor azt mondom, hogy egy anekdótával szeretnék válaszolni, hogy az ügyfél kérdezi, ügyvéd úr, mennyi a munkadíja? 3 kérdés, 10.000 forint. Nem sok, ez egy kicsit kérdezés, de igen, mondja az ügyvéd. És mi a harmadik kérdése? Hát a hobbinak ez a fedezete általában. Természetesen az egyetemtől is kapok bért, a kettő együtt hozza azt a hátteret, és együtt a lehetőséget is, hiszen a szakmai kirándulásokkal van egybekötve tulajdonképpen a magánélet, mert 26 országban voltam úgy, hogy valamilyen szakmai tevékenységet folytattam. Konferencián vettem részt, szekcióvezető voltam, küldöttségtagja voltam, magunk szerveztünk, vagy egyszerűen csak elmentem vendégtanárnak. Több országban is jártam, Nyugat-Európában a vendégtanár voltam, vagy világkonferencián, vagy az ázsiai országok közül Szaúd-Arábiában egész Magyarországot képviseltem, Dél-Koreában ugye a kollégámmal voltam, és ott egy 2 fős nemzetközi konferenciát rendeztek nekünk, tehát ez a kettő mindig összekötődik, és ugye itt a nagyon szép, amikor a magánélet össze, hát nem azt a szót nem szeretném, hogy mosódik, hanem inkább azt mondja, hogy összekapcsolódik a szakmai élettel, hiszen ugye szoktam mondani, hogy azért két alapvető pillére van az életünknek, az első a magánéletünkben, hogy az egy rendezett kapcsolata legyen az embernek, családja, szűk környezete, és a másik pedig, hogy főleg a férfiaknál, és erről már külön novellákat is írogatok, ugye a férfi kiteljesedése sajnos, a sajnos alatt azt értem, hogy a nőknek ennyiből nagyobb előnyük van, tudják a küldetésüket, mi állandóan keressük, és állandóan nyomot akarunk hagyni, és így akkor ez az állandó nyomhagyás, ez egy kicsit a férfiakat, és köztük engem is valószínű, hogy feszélyez, és állandóan valamit tenni akarunk, valamit fát ültetni, könyvet írni, gyermeket nemzeni, vagy házat építeni. De most nagyon előre szaladtunk, ugye rendőrként, vagy a rendőrségen kezdte a pályafutását, aztán ügyvéd lett önből. Mi laikusok azt mondjuk, hogy rablóból bandor, de ezt nyilván cáfolni fogja. Szóval hogyan jött a rendőrség, és utána hogyan jött a másik oldal? Már gimnazista koromban volt valami rendőrféle vírusom. Az azt jelenti, hogy középiskolás koromban is már fokozottan figyeltem a bűnügyi tevékenységet, a rejtélyeket, a kriminalisztikát, a nyomozók munkáját. Nem nagyon volt akkor lehetőségem, mert akkor egy olyan szerényebb kisvárosban éltem, ami inkább nagy község volt, Bácsalmás. De amikor ide kerültem Pécsre, akkor már közelébe kerültem ugye a városi kapitányság, főkapitányság, és másodéves koromtól már önkéntesen jártam a rendőrségre gyakorlatra, mert ez a bűnügyi érdeklődés ez nem csappant. És akkor önszorgalomban jártam, és 3 év után summa cum laude jogi diplomával átmentem valóban a rendőrségre, és ott bűnügyi vizsgáló lettem első mentoromnak köszönhetően, aki szintén vizsgáló volt, Gara József, aki sajnálatos módon kriminális eseményben egy közlekedési balesetben hunyt el. És azt követően pedig a főkapitányságon dolgoztam, ahol értékelő elemző voltam, és már osztályvezető. Őrnagyi rendfokozatba kerültem, ifjúságvédelemmel is foglalkoztam, és egyre inkább oktatással is, és arra jöttem rá, jóval erősebb a szociális funkcióm, mint a hatósági, hogy inkább segíteni szeretném az embereket, semmint gyanúsítani, vagy további eljárásokat folytatni, és ezért jött a fordulat, hogy közben az egyetemre is Tremmel Florian professzor meghívott már óraadónak, és amikor megtudta, hogy váltani készülök, akkor az egyetemre meghívott a tanszékére tanársegédnek. És így kerültem át az egyetemre, szoktam mondani, mindig a 48-as téren dolgoztam, kezdetben a keleti oldalon, a rendőrségen, aztán a progresszivitásnak köszönhetően, a rendszerváltás követően 93-ban átmentem a nyugati oldalra, tehát nyugodtan, vagyis én átmentem a másikra, és levelező helyett nappalin megkezdtem az oktatást, és emellett az elmélet mellett védőügyvédi tevékenységet is folytattam, ügyvédi kamarai tagként, és így akkor a kettő együtt az elmélet és a gyakorlat szinkronitását azóta is azt gondolom élvezem is egyúttal,
szeretem is, és bizonyára hiányozna is, bármelyiket elvennék, akkor valószínű az egyik ujjamat megharapnám, vagyis nagyon nagy szükségem van az elméletre és a gyakorlatra is együtt. És mi a közös nevező? Tehát, hogy ugye, tehát akkor ez nem két oldala a jognak, hanem van valami közös nevező. Hogyne, hát az igazságszolgáltatás része is most már nagyon szép alkotmánybírósági döntések, de hát nekem döntés nélkül is tudtam, hiszen a Védőügyvéd című kutatásom az éppen a 90-es évek végén volt, 2000 elején védtem meg ebből a PhD értekezésemet, korábban közgazdaságtani doktorátust is szereztem, tehát számomra egyértelmű volt, hogy az ügyvéd és a védőügyvéd az igazságszolgáltatás része, és az egy téves felfogás, ha valaki azt hiszi, hogy a bűnüldözőből átmentem tényleg másik oldalra. Mind a kettőnknek nagyon fontos, egy nagy különbség van a védőügyvéd és a bűnügyekben dolgozó rendőr, bűnügyi nyomozó, vizsgáló között. A bűnügyi vizsgálnak mind a két oldalt, a terhelőt és az enyhítőket is, a mentőket és a súlyosítókat is fel kell tárni, de egy védőügyvéd az úgynevezett egyoldalú kötelezettsége van, csak az enyhítő körülményeket, csak a mentő körülményeket kell feltárni. Arra viszont eskü kötelezi, mint ahogy a bűnügyi nyomozót, vizsgálót is a másik kettőre. Tehát esküt teszünk mindannyian, és arra törekszünk, hogy a justicmordot kerüljük el. És ezt mindig tanítom és hirdetem a katedráról is, hogy akár pécsi jogász valaki, akár bármilyen jogász, a legfontosabb feladata nekünk büntetőjogászoknak a justicmordok, a téves ítéletek elkerülése, megelőzése, a mindenáron való tisztességes eljárás keretében. Ez úgy gondolom, hogy iránymutató minden jogalkalmazónak, nem csak a bűnügyi vizsgálónak, ügyésznek, bírónak, hanem a védőügyvédnek is természetesen. Tehát azt gondolom, hogy ezáltal az etikai része, az kettő fedésben van egymással. Nagyon alaposan fel kell készülni egy rendőrnek is, egy nyomozónak is, egy ügyvédnek is, és az utazásaira is ilyen alapossággal készül fel. Hogyan? Hogy dönti el, hogy hova megy, és hogyan készül fel? Ha már itt felvetett a szerkesztő asszony, akkor azt mondom, hogy van erre egy mondásom, úgy tűnik, mintha Dakota mondás lenne, néhányan spanyolnak, portugálnak hiszik, az a tu se hure. Ez egy mozaik szó, ami azt jelenti, hogy tudás, szeretet, humor és a rend összetevője. Na ez van az oktatásban, védőügyvédi munkában, de szerintem a bűnügyi vizsgálói munkában is, és az utazásokhoz is úgy kötődik, hogy tudni kell, először fel kell készülni, elő kell készülni, és a kérdésre a válasz, hát az elsőként is 2-3 évig készülök minden útra, már gondolatban is, és tervezem, és összes anyagot beszerzem hozzá, melyek ezek könyvforrások, tanulmányok, cikkek, és csak legvégső esetben az internetforrások, és természetesen a személyes interjúk is, tapasztalatok más emberektől. A második kérdés, hogy a tudás mellett fel kell mérnünk, és a tudás keretében, hogy hol vannak a korlátaink. Tehát nem megyek olyan országba, ahol a tudásom annyira gyenge, hogy nem vagyok felkészülve háborús helyzetre, járványokra, tehát a biztonsági követelmények, tudnom kell, hogy mik a határai. A szeretet az mindenképpen kell ahhoz, hogy az ember a hobbiát élvezze, az akármit csinál, hogyha barkácsol, ha külföldre jár, ha kötöget, akkor is azt szeretni kell a munka tevékenységét, a saját munkatárgyát is, eszközeit is, az anyagot is, és egy kicsit magunkat is szeretni kell, akár oktatóként, akár utazóként is, azért, hogy másokat is tudjunk szeretni. Hiszen ez kapcsolatteremtés és kommunikáció is egyúttal, hogyha a külföldre utazik az ember, de ez igaz Pécsett is, igaz Magyarországon is, bárhova utazunk, mozgunk, és bárhol érünk, tulajdonképpen a társas lényünkből fogadóan állandóan kommunikálunk. Mondjon nekem egy-két nagyon izgalmas helyet, tehát akár ami a legexkluzívabb volt, vagy ami a leg... Igen. Amiről nem írtam, és mindenkinek ajánlom, az Peru. Hihetetlen történelmi gazdagsággal rendelkezik, nagyon nagy országról van szó, és sok különlegességgel, csak felvillantam a Nazca vonalakat például, a Titicaca-tó környékét, a Cuscói Aranymúzeumot, hát mind csodálatos emlék, ami kapásból feljön, feltolul, és egzotikus. És hát a feleségemnek is ez volt az egyik legexitusabb útja, tehát az övét is meg tudom erősíteni. Amit szerintem ember épített legcsodálatosabb épület, építészeti alkotás az az egyiptomi piramisok, azt gondolom. De engem lenyűgöz a párizsi Eiffel-torony is, és amit ugye már sokan ismernek Magyarországról, és jártak, de hogy egy kicsit egzotikusabbat mondjak még, a vietnámi
élményeim nagyon élénkek és frissek, mert ott a gasztronómia, a kultúra, az emberek kedvessége, a természet szépsége mind együtt van. Ugyanígy Mongólia, azt azért szeretem és emelem ki, mert a szerénység az nem baj, ha szegénységgel párosul, és a szegénység nem azt jelenti, hogy ne lenne lélek. Sőt, az a tapasztalatom, minél szegényebbek és szerényebbek az emberek, annál nagyobb lelkek. Gondoljunk Mahatma Gandhira is, ugye, a nagy lélekre. Minél szerényebb, annál többet tud adni, és akkor visszatértünk a szeretet kérdésére, mert az erőbb ott hagytuk abba, hogy tu-se-hu-re, a szeretet, és a humor, ahol a vidámság, lásd például a játékos országok, hogy szigetek Hongkong, Makaó, ott ugye az már szinte iparszerűen megy a játékszenvedély, és a rend, például Szingapúr, ott nincsen eldobott rágógumi, ott nincs eldobott csik, tehát lehet ezektől az országoktól tanulni, Európában például Svájc, Mintaország, vagy a skandinávok, hát ezeknél ez a tu-se-hu-re, azt gondolom, hogy szépen összeáll, ahol ezeknél nincsen, vagy például diktatórikus a rend, akkor sajnos azok nem az én népszerű országaim. Most neveket nem mondok, úgy általában tudjuk, hogy melyek azok az országok, amelyek a rendet szigorúan értelmezik és túlságosan keményen vállalják. Oda nem is nagyon szeretnénk visszatérni. Örülök, hogy onnan hazajöttem épségbe és minden rendben. Hozzáteszem, hogy ezekben az országokban nyilván vigyáznak a turistákra is, tehát a rend az abban is megnyilvánul, hogy a turistát sem bántják. Mennyire puritán turista, tehát mennyire sátrazik, ha kell, vagy nem, mennyire... szóba se jöhet. Tehát a biztonság az első, a Maslow-féle piramis elméletben, ugye a biztonság a második helyen van az alapvető élelmiszerek után, hát nálam is. Inkább nem eszem 3-4 napig, de ilyen nem volt, de ez csak azért lehetséges, ha fertőzést kap az ember, mert olyan ételeket, italokat iszogat kíváncsiságból. Pont Perút tudom idézni, ahol sikerült megkóstolnom. Most abban sose vagyok biztos, hogy agyagot vagy meszetettem a faluban, de lehet, hogy mind a kettőt. Lényeg az, hogy eléggé rosszul voltam, és elfáradtam, és kimerültem, mire a Machu Picchu-ra értünk. De lényeg az, hogyha ezeket nem kóstolom meg, akkor nem tudok erről beszámolni, és nincsenek élményeim. Nyilván nem kockáztatom meg a pókevést, és nem tettem meg Taiwanon sem, hogy a kígyót megkóstoltam volna. Sőt, a mérges kígyót, de mellette volt még az ellenszérum, azt meg végképp még gondolni sem mertem arra, hogy majd az ellenszérumot is meg kell lennem. Tehát visszatérve tulajdonképpen a kérdésre, azt gondolom, hogy én a biztonságra törekszem, és a komfort érzetemet azért növelem, tehát aránylag színvonal a szállodákban, az is egyfajta biztonságot ad. Előre megtervezem, előre lefoglalom, sőt, előre adatot gyűjtök a szállodáról is. Igyekszem guide-ot beszervezni. Ezt a Szíriába jöttem rá, ott pont a tavaszi forradalom előtt egy hónappal voltam az utolsó pillanatban. Ott éreztem, hogy kell egy guide, aki helyismerettel rendelkezik, útismerettel, emberismerettel, és azóta igyekszem magyar anyanyelvűt elsőként beszervezni, ha nem megy, akkor az angol anyanyelvűt, vagy angol nyelvűt, aki ismeri a helyi viszonyokat. Az mindig biztonságot is ad, rövidíti az időtartamot és intenzívabbá teszi, mert mindig tudja, hova kell menni, és nyílegyenesen oda vezet minket, és tudja a finomságokat, hol van ilyen étterem, hol van olyan kis bár, stb. Tehát a kulturális részét is tudja segíteni. Alaposan előkészül, aztán utazik, közben nyilván dokumentálja a fotóval vagy videóval, és utómunkálatok is vannak, ugye utólag is dokumentálja, legalábbis egy ideje. Erről mit kell tudni egyáltalán, hogy van erre ideje? Közben is. Kezdetben nem gondoltam rá, és egy csomó országot nem írtam meg, most már 112-ben voltam, és ebből csak kb. 50-60-at írtam meg, és az első könyvben 40-et írtam meg, amit látható is itt a Világ különleges országai és szigetei című kötetben. És közben jöttem rá, hogy sokkal egyszerűbb az adatgyűjtés, ha már közben is adatot gyűjtök és írogatok, nem csak előzetesen. Most már úgy van, hogy három szakasza van. Előzetes adatgyűjtés, közben írom a benyomásaimat, és valóban, ahogy tetszett mondani, hogy hazajövök, akkor az utómunkálatokkal tönkről összeállítom, és létrejön egy olyan halmaz, úgy szoktam mondani, egy szövet, amiből talán membrán, amin a saját szűrőmön keresztül, a saját, mondhatni így, kriminalista, büntetőjogász, kicsit közgazdaságtani ismeretekkel is rendelkező, picit művészi hajlamokkal, vagy alkalmanként hajlatokkal rendelkező emberke elgondolkodik ezen, és megírja a saját élményeit. És amiben most már az utóbbi időben becsempészem a gyermekkori élményeimet, ebből is látszik, hogy már 40 fölött vagyok, mert akkor kezd az ember ugye visszaemlékezni és irogatni a múltról.
Tehát már becsempészem a bácsalmási pécsi élményeimet, tanári diák élményeimet, sőt az utóbbi időben már a tudományos cikkeim egy részéből is a közérthetőbbeket átcsempészem azért, hogy hirdessem az igét, hiszen az én tudományterületem, az egyik tudományterületem, a kriminalisztika, az pont ténytudomány, amivel tulajdonképpen minden újságíró, orvos foglalkozik a hét alapvető kérdésre, a mi, hol, mikor, hogyan, ki, kivel, miért kérdésre keressük mindenkor a választ, a diagnoszták az újságírói hírösszeállításban. Vagyis valóban igen, már képeket is készítek, videófelvételket, sőt a Vagabond Klubban előadást is tartok fél évente itt Pécset, legutóbbi Etiópiáról és Kefalónia szigetéről, és ősszel, szeptember végén valószínűleg lesz Tanzániáról és Zanzibáról egy külön előadás. És hát tervezem a második kötetet, úgyhogy abból már 16 leírás megvan, és ha majd meg lesz 30-40, akkor megint lesz egy újabb kötet. Mert én azt gondoltam, amikor áttekintettem az ön pályafutását, ahogy előzetesen készültem, mintha egy 21. századi reneszánsz emberrel lenne dolgunk, hiszen ezen kívül még mással is foglalkozik, szállodákat is tesztel. Éttermeket mit is csinál is. Még? Éttermeket, cukrázát, meg a sport. És akkor ott van még a szivar is, meg a vörösbor. Tehát borkluboknak is tagja vagyok, és 99 óta tulajdonképpen élvezem a bort is. Addig nem nagyon ismertem, és a szeretetét, és azt gondolom a gasztronómia bor nélkül ugye hiányos lenne. Mi szerencsés ország vagyunk, több okból, a bor miatt is, de ezt el szoktam mondani a lányaimnak is, hogy az emberiség felső 10%-ába tartoznak, ugyanis rendes ivóvízük van, rendes mennyezet van a fejük fölött, rendes házban laknak, lakásban, és oktatásuk és egészségügyük van, és nincsenek járványok, még az a szerencsés helyzet, hogy még nagyon földrengések sincsenek, tehát a természeti csapások itt Közép-Európában szerencsére visszafogottabbak, mint például Fülöp-szigeteken vagy Közép-Amerikában, tehát mindenképpen egy szerencsés helyzetben is vagyunk, és ide jön akkor a gasztronómia is, hogy egyre inkább most már büszkén állíthatjuk, hogy 5 Michelin-csillagos éttermünk van Magyarországon, szemben például ugye Lengyelországban 3, Csehországban 2, legjobb tudomásom szerint a többiek meg egyáltalán nem kaptak még. Na most ezeket ugye nem csak a Michelineket, a többit is 2006 óta látogatom, teljesen önkéntes alapon. Erről is jegyzetet készítek, és a magyar szállodákat már megírtam, a legjobbakat, mert ugye ezt tudni kell, hogy ilyen 25-5 csillagos van, 200 darab 4 csillagos és 300 darab 3 csillagos, hát erről nem írok könyvet, mert akkor litánia lenne, meg azért van a Gómiónak a kiadványa például, abban benne vannak a szállodák. De a szubjektíve én 15 oldalon meg tudom fogalmazni, hogy mi az, ami kiemelhető, és igyekszem a pozitív oldalt nézni, én nem kritikus vagyok, hanem vendég, aki azt mutatja be, hogy mi a jó, és miért érdemes oda menni. Tehát a pozitívumokat emelem ki. És ugyanígy a cukrászat, és mivel édesszájú vagyok, gyenge pontomnak is tekinthető. A csokoládékban is azt gondolom elég jártas vagyok az egész világban, legalábbis igyekszem, mert hát az is egy akkora hatalmas szegmens, mint a bor. Ráadásul a nagy különbség, hogy a bor az még évente változik ugye a szőlő minőségének következtében, és a változatosság. Tehát kimeríthetetlen tulajdonképpen a gasztrómia, a szállodák, az éttermek, a bor, és akkor szoktam mondani, hogy jó ebéd koronája, és a feleségem és a svéf dicsérete, hogyha ebéd vagy vacsora után rágyújtak egy szivarra. Ami persze csak a kohiba lehet, mert mint a bornál is szokták mondani, az élet túl rövid az, hogy rossz bort ígyunk, ez igaz a szivarra is, csak jó szivar. Tehát ha valaki most kezdi, mindenki tudja már, hogy nem szabad letüdőzni, és nem is tüdőzik le, ezt élvezni kell.
jó, ha van mestere, és megtanítja a kezdő fogásokra. Mint ahogy jó, ha tudjuk, hogy milyen étterembe menjünk, valaki vezeti a kezünket, a gasztronómiában, a szállodáknál, a szivarnál, a csokoládé, a cukrázzával, hát így kell egy guide az útra is. Nem veszik el a részletekben? Annyi mindent csinál. Tehát hogyan osztja be az idejét, energiáját? Mikor, mire jut idő? Hát gondolja, meg kellett tervezni alaposan. Azt mondta, hogy az utazásokat alaposan megtervezi. A többi dolgát meg kell tervezni? Szalad az idő, rohan az idő, de egyáltalán nem érzem kevésnek. Tehát tökéletesen belefér az időmbe, és szórakozásnak tekintem a tervezés. Most ebben az évben, meg tavaly is már jóval kevesebbet utaztam, 2014 volt a csúcsévem. De mellette még a sport is, arra még nem beszéltünk, hogy egy hivatásos kézilabdázó voltam, egész egyetemista a korom végéig, és akkor átértem a kosárlabdára, de ott azért egy-két sérülés, lásd kis ujjam is. A sérülések azért megnehezítik az ember életét, testtelni küzdelmet át kellett váltani, átértem a pingpongra, az úszásra és a gyaloglásra, amit nem úgy kell érteni, hogy most 10 km-t gyalog, hanem inkább időben, fél órát, 40 percet, 50 percet. Ez kevésbé sérülés veszélyes. Tehát még van a sport is, de nem küzdök időhiánnyal. Úgy gondolom az elmélet és a gyakorlati rész, az egyetemi oktatás, kutatás és a védőügyvédi tevékenység hármas egységben van, és emellett a család menedzselése, illetve a hobbik és kultúráknak az egybevetése, mert még egy szeletről nem beszéltünk, ugye a kulturális rovatról, mert van egy kis füzetem, és itt el is hoztam egyébként, ezt 1978. 11. hó 16-án nyitottam, tehát közel 40 éve, 38 éve, és írom az összes mozifilmet, színházat, koncertet, cirkuszt, mint nagyon kedvelt műfaj, amikor Kínában voltam, az egész csapatot, 30 főt elvittem a kínai cirkuszban, megmondtam nekik, hogy Kínát és Oroszországot nem lehet kihagyni cirkusz nélkül, mert mind a kettőnél nagyon fejlett a cirkuszművészet. Most Pesten egyébként megy a vízi cirkusz, az is orosz-ukrán, az Atlantis műsor, mindig megnézem, sőt a cirkuszfesztivál is el szoktam menni. Joggal lehetne kérdezni, hogy miért pont a cirkusz, vagy miért a szimpatikus? Hát azért, mert nem lehet középszinten csinálni. Vannak cirkuszok, akik nem olyan látványosak, mint a fővárosi nagy cirkusz, vagy a kínai nagy cirkusz, de azok is minőségek. Miért? Mert aki itt hibázik, az vége. Az leesik, leesik a labda, végzetes lesz, azonnal látszik. Szemben egy színházi előadásban a kettes meg a hármas szint is elmegy évtizedeken keresztül. Cirkuszban és balettben ez lehetetlen. Tehát ezért is van kevés balettársulat. A cirkuszban az állatok miatt kicsit több van, mert hogy az állatok bejönnek képbe, de minden más akrobata, artisták, dzsonglőrök nem lehet középszerűen csinálni. Azért szeretem a cirkuszt is. Arról is van egy kis feljegyzésem, és itt van az opera, az operett és a cirkusz is. Hát a könyvekről nem írok naplót, hát az több nagyon ezer, és a könyvtárunk is olyan 6000 körül van. Úgyhogy nagyon színes az élete, úgyhogy szinte elrepült az idő. 4 mondatba foglalja össze, nekem legyen kedves, hogyha most megkérdezem, hogy 5 év múlva hogy képzeli el az életét, akkor mit csinál Fegyvesi Csaba? 1, 2, 3, 5 év múlva. Na, most akkor buddhista válasz, mert még nem beszéltünk a vallásról. Az Ázsia a kedvenc földrészem, és többek között azért, mert javarésze buddhista vallású. És azok az országok a kedvenceim is egyébként, a buddhista vallást mutatók, és miért? És erre egy buddhista válasz következik, hogy maradjunk a jelenben, éljük meg a jelen. A múlt már nem a miénk, a jövő még nem a miénk. Ezért sosem gondolkodom, hogy 5 év múlva mi lesz a Fenyvesi Csabával. Ha 20 éve ezelőtt feltettem volna a szerkesztő asszonynak a kérdést, akkor valószínűleg órákig beszéltem volna, hogy képzelem a jövőt. Most egyáltalán nem akarok, sőt azon sem gondolkodom, hogy holnap pontosan mi lesz. Természetesen vannak sejtéseim, de igazán ezen nem gondolkodom. Kárped ilyen, élvezd a mai napot, élvezd a jelent. Nagyon nehéz feladat, évtizedek óta gyakorlom, 90-es évek közepén jöttem rá, hogy tulajdonképpen a jelenben kell élni, és nagyon nehéz ezt gyakorolni, de folyamatosan ezt kell tennünk, szerintem akkor kerüljük el a vádcsapdákat, így azt mondja, mert bármelyik is teljesülne, amit most mondanék, újabb vádcsapda jönne, és akkor újabb kielégítetlenség. Itt a probléma pont az, hogy ezt éljük meg, és örüljünk, hogy egymással most beszélgethettünk, együtt lehettünk, kelmesen együtt voltunk, és megbeszéltük kicsit a világ dolgait, és talán a többieknek is adtunk valamit közben. Ilyen egy igazi életre való. Reméljük. Ennyi volt mára, és legközelebb egy másik életre valóval folytatjuk. Köszönjük a figyelmüket!